Jó napot kívánok, sziasztok! 1992. április 29-én felmentették a Los Angeles-i rendőrség azon három tagját, akik bántalmazták a néger Rodney Kinget. Ez a döntés annyira felkorbácsolta az indulatokat a városban, hogy 6 napig tartó zavargás, lázadás tört ki. Ez a megtörtént esemény adja a regény cselekményének vázát. A zavargások tökéletes alkalmat és indokot szolgáltattak a korábbi viták törvénytelen eszközökkel, illetve módon történő rendezésére. Ugyanis, ahogy azt a rendőrség vezetője is beismerte, nem tudják mindenkinek a biztonságát garantálni. A bandatagok, elkövetők úgy gondolkodhattak, hogy ilyen helyzetben nagyobb eséllyel kerülhetik el az állami felelősségre vonást. Ha a rendőrség válaszlépésétől nem is kell tartani egy bandának, viszont azzal a másik bandával számolniuk kell, mellyel összerúgták a port. Ebben a regényben 17 a zavargásokban valamilyen módon érintett személy avatja be az olvasót a bandatagok és civilek életébe. Nagyon tetszik az ötletes megoldás, miszerint az elbeszélő személye úgymond fejezetenként változik, de a történet lineárisan halad előre, és hogy az olvasó tudja, mi történt egy korábbi szereplővel, amiről az elbeszélő nem tud. A szótár nagyon hasznos, mivel a szavak jelentésén kívül a környezetükre, használatuk módjára is kitér. A történet akár az első szereplő Ernesto Vera köré is épülhet, hiszen sokban hozzájárul az őt követő szereplők cselekedeteihez. Rajta és a hozzátartozóin, azok haverjain keresztül megismerjük az amerikai-mexikóiak életét, szervezett bűnözésben betöltött szerepüket, átlagos mindennapjaikat. Nagyon tetszik, hogy a vele kapcsolatos apró, de lényeges, mely részleteket, mit szeret, hogyan gondolkodik, a többi elbeszélésből is megtudtam. Lupe Vera elkeseredettségében bosszú szomját oltó igazságtételbe kezd, mellyel több szereplő sorsát is befolyásolja. Ez tulajdonképpen a legtöbb karakterre igaz, a tetteik hatással vannak rájuk. Annak ellenére, hogy az elbeszélők ugyanabban a városban, hasonló környéken élnek, eltérő értékrenddel, sorsokkal rendelkeznek. Az olvasó többek között megismer segítőkész nővért, nagyhatalmú bandavezért, drogdílert, kötelességtudatos tűzoltót, egy idegbeteg narkóst, egy teges művészt. A regény az izgalmassága és a mondani valója mellett az utcai bandákra vonatkozó ismereteinket is bővíti. Megtudjuk, honnan lehet felismerni a tagokat, a város melyik részét uralják, milyen a belső szerveződésük. Nektek mi a véleményetek erről a regényről? Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, sziasztok!